A háztartások életkörülményeit vizsgálja a Központi Statisztikai Hivatal. A kérdezőbiztosok 10 000 háztartást keresnek fel az országban május 10-ig. A háztartások gazdasági aktivitása című felmérésben a KSH a lakosság életkörülményeit vizsgálja, illetve azt, hogy mire, mennyit költenek a magyar családok. A felmérést a jelenlegi formájában 2005 óta végzi a Központi Statisztikai Hivatal, ugyanezeket az adatokat az Európai Unió többi tagországában is vizsgálják. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 503 címet keresnek fel a kérdezőbiztosok 21 településen. A kérdezőbiztosok személyesen felkeresik az összes háztartást, és ott szóban tájékoztatják a háztartásokat a felvétel céljáról, illetve a kitöltési lehetőségről. Interneten is meg lehet válaszolni a kérdőjét, erre március 31-ig van lehetőség. Ha személyesen szeretnének válaszolni, ezt megtehetik a kérdezőknek, erre május 10-ig van lehetőség. Egy felkérő levelet is átadnak a kérdezők a háztartásoknak, ami szintén tartalmazza ezeket az információkat. Akik interneten töltik ki a kérdőívet, ők részt vehetnek egy sorsolásban, 3 darab tabletet fogunk kisorsolni. Erre akkor van lehetőség, ha megadják az e-mail címüket. Az adatfelvételben csak azok tudnak részt venni, akiket a KSH kijelöl, önkéntes jelentkezés nincs. A Központi Statisztikai Hivatal véletlenszerűen választja ki a háztartásokat, a kutatásba 294 település került bele az idén. A kérdezőbiztosok személyesen keresik fel az érintetteket, és minden alkalommal igazolják is magukat.